Kedves nézőink, itt vagyunk a komáromi monostori előtt, bejárata előtt, és ezt fogjuk körbejárni a Leventével. Ez az. Akkor sétáljunk befelé. Magáról az erődről annyit kell tudni, hogy valójában több erőd létezik. Ez a monostori erőd az erődítményrendszernek csak az egyik része. Van még egy másik erőd Szlovákiában, és még itt Magyarországon is, ha jól emlékszem, még van még kettő másik. Ez a monostori erőd azért érdekes, mert ez elég jól egyben maradt, és szépen felújították magát az erődöt. Azt kell róla tudni, hogy ezt az erődöt sem erővel, sem csellel soha nem tudták bevenni. A II. Világháború után a megszálló szovjet alakulatok laktak ebben az erődben egyébként. Nagyon sokáig, és csak azután lehetett látogatni, az oroszok elhagyták az országot. Nagyon sokáig, hát így szépen csendben omladozott, majd utána elkezdték felújítani, és most már mindenféle kiállítások vannak benne. Az erődnek egyébként nagyon jó az akusztikája, és ezért mindenféle koncerteket, meg szabadtéri előadásokat szoktak benne rendezni. Na hát lassan beérünk a pénztárhoz. De lassan elkezdtünk az erődnek a bejáratához. Még egy kis apró adalék, hogy volt egy játékfilm, amit a Rejtő Jenőnek a Három testőr Afrikában című kis regényéből írtak, és az egyik jelenetet, ahol a Potrien őrnagy egrecíroztatja a légiósokat, azt itt a monostori erődben vették fel. Most a díszlépést fogjuk gyakorolni, maguk csirkefogók! Úgy csapják oda a talpukat, hogy rezeg ilyen az erőd fala! Holt! Holába! Mars! Hangrát pered! Ez maguknak díszlépés! Ha megkérdezi tőlem a köztársaság elnöke, ugyan kedves Potrie, hová settenkedik ilyen nesztelenül ez a század? Mit felelek majd mi? Azt felelem, azok véletlenül kerültek ide Montpresidon, mert a háziorvosuk bebeszélte nekik, hogy itt van a hülyék intézete. Meghajt a lusta csalódnak gumit alkú hülye! Itt van. Na, az első látványosság maga az udvari ágyú. Na, ezt az ágyút 1860-ban készítették Bécsben. És itt már mindenféle jelzések vannak rajta, például az a 7GK. 1658 ír. Wien 1860. Na, hát ez egy... Na, itt látunk egy ágyút. Azt hiszem, hogy ezt láttuk az egyik videóban, mivel aztán lőttek is. Abból gondolom, hogy ha látod, itt szépen be van olajozva, tehát ez így karban van tartva az ágyú. Csak most éppen le van dugózva a vége. Na és akkor itt látjuk, igen, ezzel lőttek az előbb, mert még érezni a szagot. Ha ide jössz, érez. Na most mindjárt itt. Beélesítik az ágyút, egy kis pirotechnikai töltettel. Figyelj. Berakják ezt a kis... Ezt fogják majd meggyújtani. És akkor ott van a pirotechnikai töltet. Majd a töltőpálcával benyomnak a helyére óvatosan, nehogy ott valami gumansz legyen. És látod? Látod, Leven, azért nem állunk a cső elé, mert ha ne adj Isten, mondjuk berobban az a töltet, hát akkor ez kilökni azt a pálcát elég durván, és aki előtte áll, azt is. Igen. Igen. Akkor nem vigyél a kezemet, igen. Csak így. És gondolj bele, hogyha majd valaki előről csinálna, az a pálcát átvinni az emberen, mint a pinty, és beleállítaná, mint a pinty. Miért kell? Azért kell lassan. Vigyázz, 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 vigyázz. Mehet, vagy lassan. Figyelj! Na? Hogyan de durva! Na, mit szólsz hozzá? Stálomba. Ugye, hát akkor ugye nem voltak még gépesített dolgok, és itt voltak a lovak, látod, itt látszik is a... Itt volt az ágyú, amiből ittak a lovak. Itt egy óistálló. Sőt, ha ide jössz Levente, ha megnézed, akkor itt azt látod, hogy itt föld van. Látod? Nem kő van, hanem itt föld van, pont azért, mert hogy a lovaknak a patáját azt ne bántsa.
mert ugye a kövön nem jó a lónak. És azért direkt ott itt föld van, hogy puha legyen, hogy a pacinak ne legyen baja. Hát ez csak dísznek van, mert nincsenek itt lovak, amint látod. Vagy mégis, mert ott látok ilyen nagy bála. Ó, és hát látszik az, hogy egykori feliratokat, ha megnézzünk a plafonon. Ugye, mint mondottam, itt az orosz hadsereg is tiszteletét tette, és itt vannak Cirilbet is feliratok. 74-től 76-ig valaki itt járt. Na, és akkor ott látunk mindenféle Cirilbet is feliratokat még, itt a plafonon. Sokkal több orosz feliratot, ahol megszerett a vajon. Apulsz, itt is volt egy listára, úgyhogy ez elpusztult. Hanem ezt leverték, nagyon okosan ezt látod, itt voltak is ilyen lókarámok, és ezt így okosan leverték a vandál vendelet. Igen. Na hát, egyelőre ilyen szobákkal találkozunk. Ez az épületet, ahol a kórházat építették, a belső előlet volna, hogy a személytől megezett a legénység szállás, de nem tudtuk volna az funkciót. Jó, a szobán csak egy része van berendezve, és azért van egy lezárva, nehogy életre kerüljenek a várba. A szobákban 30 katona volt elhelyezve. Ez mindegyik időszakról van. Kaprosznap le volt. Na hát ilyen lőszeres ládákat tároltak itt az oroszok, amikor megszállták az egész erődöt. Lőszeres láda. Ez valami csodálatos felirat. Csak ide benézünk. Ezt a kis sáncot itt megnézzük. De itt van a két fal közötti rész. És hogyha ide bejött a két lőrés közé az ellenség, akkor el lett rontva a napja, mert simán lőtték két oldalról. És menjünk a külső falhoz, most a belső falon voltunk, most menjünk a külső falhoz. GoPro, stop recording! És itt fogunk majd felmenni a bástyára, végre, ha minden igaz. Ez a Dunai bástya. Ezt látok ma a kertemben. A Dunavédelmét megoldották a bástyába úgy, hogy 70 ágyú féltem három szinten. És a legnagyobb rész a Dunai felének az ágyú lőjéseknek. A túlparton a szigeten ágyúkat feltett elhelyezni. És a Dunai ezen szakaszából, aki át akart hajózni és nem kapott rengedni, az nem lett már. Hol nem véletlenül értek Duna hídra a lelkeni. A túlparton a szigeten elhelyezik ennek. A belső rész a parancsóki torony parancsóki átvisznek kiülekeztek el, és a napi parancsú feladatok kicsérdették. Szigetelés. Elmegyek a kilátó teraszra, ez a csodálatos új lépcső. És csak fogjuk látni itt a sétálás közben, hogy láthatunk megmester bűvét is. Hát meg meglátjuk, hogy lehet azóta. Ó, és megvan, igen, megvan. Hát. Itt látható, hogy aki a tűzjelzőt itt bevéste a helyére, nem volt tisztában a derékszögem, mert itt ilyen elég érdekesen formában rak el. Hát nagyon vicces volt. Na jó, de most menjünk felfelé. GoPro stop recording. Most megyünk a kilátó teraszra. Menjünk, hogy mit látunk. Ho-ho! Az előtt besejét. Így van, ez az erődnek a belső udvara, amit látunk. Itt vérzett a madár. És hogyha most innét sétálunk tovább, és most lényeg a lépcsőtől, akkor ki tudunk menni a bástyához. A lépcsőn. Ahonnét látszik a Duna, ahol az előbb sétahajóztunk. És itt látjuk fent, hogy itt voltak ágyuk. Hát már csak a helyén látszik, itt vannak egy vas szerkezetek. Itt voltak ágyuk, itt látszik a
a nyomoha szerkezetnek. És innét tudták szemmel tartani a Dunát, és lelőni azokat a hajókat, akik engedély nélkül akartak átjönni. Na jól van, ezt is megnéztük. Hú, GoPro stop recording. Azt húzni kellett, azt állj! Átsétáltunk az erődnek a... ez talán keleti sarka, nem is tudom. Túlsó sarkába, ahol egy mini kis haditechnikai kiállítás látható. Itt már légvédelmi eszközöket látok, ez egy magasságmérő lokátor, egy krazra szerelve, mert hadd mondjam, végig Levente. Igen, GoPro stop recording. Vagy igazából ugyanaz, csak összecsuppa. Nem, nem. Ez nem ugyanaz. Ez egy magasságmérő lokátor. Ez egy krazra rászerelve, ez pedig egy felderítő lokátor. A magasságmérő lokátor a célpontnak a magasságát tudta bemérni, miután ez a másik lokátor bemérte az irányszöget, hogy melyik irányba van. Ez pedig egy tűzvezető lokátor. Ezzel a hárommal lehetett lelőni nagyjából. Ez a három lokátor kellett ahhoz, hogy valamit le tudjanak lőni. Ezzel a kettővel bemérték a célpontnak a helyét, és ezzel a harmadikkal pedig megvilágították egy radarjellel, és a rakéta ezen a radarjellen keresztül ért be a célra, de hát rakéta kilövőt azt mondjuk nem látunk. Ez pedig egy páncélozott szállító járgány, mely a katonákat cipelték, és ezt tudott úszni is a vízen. Igen. És ezt a vagógyárba gyártották Győrbe. Igen, de nem volt mennyi mélység. De bármilyen mélység, mert úszott a vízzel Levente. Tényleg. De nem fog elmörülni a fény? Nem, mert úgy van megcsinálva, hogy nem folyik bele. De mert könnyű az oldala. És akkor ezt tudott úszni a vízen, és ezt a vagógyárba gyártották Győrben. Mert van olyan is, ami direkt arra van. Ez egy légvédelmi gépágyú. Ezt figyeld, ez meg egy légvédelmi géppuska. Nem, ez ilyen. Ugyanis amikor nem vontatják, hanem lerakják, akkor behajlik a kereke, hogy stabilan állja, ne guruljon el. A busz, de azt szeretném mondani, hogy igazából volt valami, ami egy platón szállt. Ja, a Zsuk 2, légvédelmi géppuska. GoPro stop recording. Ez egy 57 mm-es páncéltörő ágyú. Na de itt mellette van egy igazi szörnyeteg, ami egy 100 mm-es páncéltörő ágyú, és nézzük meg a csövét mekkora. Brutális. És azt jelenti, hogy 10 cm átmérőjű lövedéket tudott kilőni. Gondolom jó nagy tűz, jó nagy távolságra, nézzük, mit mond az adatlapja. Hát egy 8500 méterre tudott lőni, azt a mindenség, és 6 lövés per perces sebességgel, azért ez durva. Azt mondja, hogy 500 méterig volt hatásos a dolog, amikor pontos volt. Nagyon durva. Jó, GoPro stop recording. Most pedig csinálunk egy kis sétahajókázást a Dunán. És ott látjuk lent a sétahajót a móló aljában.